Még videóz is. Még videóz is, a szemétje. Az hány ké? Vagy 8, nem? Legalább. Ez itt a Scratty-nek a haja. Fölvesszük a Scratty-nek a haját. Na jó, hogy csak a hajamat veszed. Itt van velünk a Joli. Ő az, aki itten belezavar a látómezőbe a kezével. Próbálkoztam. Ja, az integetés volt. Meg én is itt vagyok. Meg egy pár alkatrész. Hát ezek ilyen egerek, meg billentyűk, meg... Hát meg ilyen beépítőkeret, meg... Van rajta fül. Jó, mondjuk nem kell nekem mindent érteni. Fül rajta is van. Mennyi az idő? 8 óra? 8.12. Igen, 8.12 van. Hiába mutogatsz oda, ott nagyon sötét van. Nem látjuk ott mennyi. És felkapcsolta a lámpát, hogy ne legyen el sötét. 8.12, nem tudjuk elolvasni. Mindegy. Úgyhogy szépen megyünk a Tiboliushoz, hogy elkezdjük a szerelést. Igazából nincs mit nagyon szerelni ezeken a gépeken, mert patentok. Pöcröp, szóval. Pöcröp? Szép ez a szó, azt már rég hallott. Csak vinyó kell bele, meg RAM. Itt meg a hozzátartozó olvasóeszköz. Nagy papi. Miért, mit tudod, mit csináltunk? Amúgy te... Ez a jumperes. És ez nem működik, nem? Igen, igen. Hol lett a hely? De szerve. Volt ez a pakoló rész. Az asztal? Aha. Patrakat betette, nem tudom minek. Nem sem tudom. Na mindegy. Volt. Ezt egy kicsit elpakoljuk. Hát vagy majd később viszünk belőle. Teljesen jó. Abba lehet is. Nem muszáj. Ezt egy picit arra jöttem, jó? Ezen már van nemes penész. Nem baj? Úgyhogy. Kocka szivacs. Ide nézd. Abba jött a két memória, meg a professzor. Így adták a postát. Ilyen postai levélbe kaptuk a procit meg a memóriát. Mr. Lászlótól. Köszönjük szépen. Egyébként vigyáztak rá a postán, tehát tényleg egy szavunk se lehet. Magát a borítékot persze kidobjuk, mert ez nem olyan fontos. Igen, be volt csomagolva egyébként, még attól függetlenül. Kicsit. Beljebb. Azt a szivacsot mindjárt felhasználjuk. Ebből most nem jön víz, mi? Most nem. Ha bekapcsolod a szállítógép, tehát ott arrébb, akkor igen. De nem látom. Ja, itt alul? Aha. A kapcsolóján meg. Jó, nem. Ennyi. Miért jön az ablak telenyomotat? Mi van? Ennyi. Mi van? Ne szóljál be! Teljesen jól működik minden. Jó kis irodai HP-gépek. MSI, de majdnem. Ebben mi van? Lehet, hogy szeretem benne a memóriát, meg a processzor. Semmi más. Hoztam filcet, barátom. Mi? Mert mindent megjelölünk, ami tesztelésen megy át. Azzal, hogy jó. Azt meg kapjuk a nem szomszédtól. Úgyhogy itt most egy kicsit át fognak alakulni a... Tehát kaptunk egy ilyet is. Várjál. Az sokat ér. Ez igazi relikvia. Igazi relikvia. Nem tudom, mennyi látszik. Teljesen jól látszik. Mennyi a hátamögés falához? Emeletes RAM! Az lehet, hogy játszik. Nem baj. Aga. Nem lehet semmit a kamerában, de nem baj. Mert mindjárt odaadjuk valami operatőrnek. Na nekem. Lehet, hogy nem LCC-s. Nem LCC-s talán. Ugyanis hatalmas betűkkel akkor elkezdeni. Mondanám, hogy megmutatom, de nem tudom megmutatni, mert ez nincs rajta. Nem, mert régi. Ezen szerintem csak az újabb. Milyen sejtes táblázatot hoztál? Akkor szégyellem is mondom. Ez az egész sor itt nem is kéne. Hagyjuk. Na, memódeszk, kábelezés. És nem egyszerűt kaptunk. Igen. Még mi van? 5.12-es X100-as. X100-as. Hát az kell. Ugye az a legnagyobb érték, ami létezik. Na. Van belőle 6-ot. Hozhatnánk. Ez a legnagyobb érték. Azt gondolom, hogy egy csomó javítós gépe van. Jó, nem vagy, ezt már nem otthon. Ha lesz, akkor hozok. Szóval... Ne
Ezt muszáj megcsinálni. Ez muszáj volt. Ez király volt. Egy kis kompakt pici, satás, tök jó. Semmi baj. Itt van, akkor már elvittük. Csak ha nem hiányzik valamelyikból, és megmarad, azt én hazaviszem, akkor az otthoniból hiányzik. Hát egy lehet, akkor vigyél az. Hát nem, hát most van ott még ebből egy négy. Most miért csuktad vissza? Na. Csavarúzó, PH2, filtz. Várjak, hozok kisebb. Neked ott milyen akarok teszi? Hozok egy fekete SS külfilcet, jó? Mi van az ezékkel? Mivel? A vinyóka. 40 giges, az működik, na? Igen, de sokként. Hát én nem hozok. Hát, cseszítem meg. Azért nem mindent tudok elhozni, ha nem haragszatok. Nem, nem ezt mondtam. Csak tényleg kellene neki, hogy vinyok. Milyen hülye az a hűtő, bazdmeg? Milyen? Milyen hülye néz ki az a hűtő? Hát, van nekünk poros, ezt ki kell takarítani. Ó, van nekünk fújókánk, ne viccelj. Szóval, amit éppen kaptunk, speaker itt a hátulján. Elején. Ez az eleje tényleg, de hülye vagyok, ott a kimenet. Mutasd a tetejét, hol van? Ő egyébként így néz neki. Egy MSI, Powered by MSI bekapcsolós ilyen okosság. Itt van a CD-olvasó. És akkor az így, de jó. Hát szóval így néz ki a gép, mint olyan. Egy MSI alaplappal mikro cucc. Teljesen hibátlannak tűnik, tehát egy abszolút kompakt gépről van szó. Itt vannak benne a bővítőhelyek, mint videokártya. Nagyon vicces. Melyik benne videokártya? Hát nem, azért hát bővíthető, és esetleg valaki akar bővíteni rajta valamit, akkor... PCI maximum. Fassza legyen. Ja. Ez a set. Ezeknek a 90%-a működik. Amivel el vagyunk most ázva, az a vinyó. Mert most nekünk nincsen vinyónk. Majd valahogy azt majd kerítünk. Az meg úgy tudom, nem jó. Bizony, hogy nem jó. Az volt a X-es vinyó. Majd kerítünk valahogy. Na! Vedd föl rendesen azt a fejhallgatót, hogy nézzen ki! Na! Szóval most éppen megy a teszt. Ez egy hangteszt. A problémát az jelenti, hogy kihúzom, akkor megszűnik a hang, ugye ott elő, de itt elől van hang. Mert itt elől neki van neki beépített hangszórója, de a problémát az jelenti, hogy az mindig szól. Tehát azt nem lehet kikapcsolni. Azonban, amikor átmegyünk ide a másik fülre, hogy mikrofon, nincsen mikrofonunk. Hát ez hogy lehet? Ja, hát úgy, hogy ha bedugjuk a mikrofont, mert ugye nekünk van mikrofonos dugunk, azt bedugjuk, egyből megjelenik, vágod? Ha most kihúzom, most kihúzok a mikrofon, akkor még eltűnik, vágod? Na ez ennyire poénos. Beszélj egy kicsit, Tibike? Kettő hangpróba, hangpróba. Ez nagyon hangos. Akkor benne hallgatban. Ne, most már jó? Ne, csak nem működik. Teljesen hibátlan kedves barátom. Csak kihúzlak. Ha bedugom. Akkor van zene. Magamat nem hallom vissza, az nem baj? Nem, az nincs beállítva. Úgyhogy most ez... Nagyon vicces. Köszönjük szépen. Kihúzzuk. Megszűnik a mikrofon. Így van. Tiszta jobb, nem? Hé! A nem létező mikrofon reagál. Vágod? Reagíren. Tudod, van benne beépített mikrofon? Halló? Te nem is lehet húzni a izét. Nem, csak... Ez általános zörej. Ez a hangkártyának a saját zörej. Igen. Ezek a értesítő hangok, amit most éppen nézünk. Jó van, hadd szóljon a zene. Addig megy tovább a teszt, és miután a teszt végzett, utána a gép mehet ki. Ennyi. Na szóval, ez amit most hallotok, láttok, ez már az utolsó gépnek a tesztje. Ezért rájöttük, hogy F1 a BIOS. Egyetlen olvasóba, egyébként egy Super CD-ről ezt csak tesztre használjuk, ebbe van benne a 12-es UBI,
A másik porton, hát ott semmi nincsen, tehát nincs benne vinyó. Ez arra való, hogy a procit, memóriákat, a működés készségét, még ezeket teszteljük, minden teljesen jól működik ebbe a gépbe. Annyi az egyetlen hátrányunk, hogy nincsen vinyónk. Tehát nem tudunk ide, erre a portra ide rádugni semmit, mert nincsen vinyónk. Semmi, nulla darab van. Amennyit tudunk, hogy ezt leteszteljük, működik, nem működik. Ha nem működik, akkor megyek a kukába, mint teljes komplett számítógépek, meg billentyűk, olvasók, stb. A teszten nem mentek át. Itt vannak a többi alaplapok, sok. Jó, ebből tényleg el vagyunk látva. És itt egy táblázat, hogy melyik konnektor micsoda. Értelemszerűen a GK, ugye gyöngébe kedvé. Itt van egy darab vinyó, ezt majd a későbbiek folyamán felhasználjuk, de tényleg nincs több, tehát ez egy van. Memória, sín, sok. Tehát SD-ből aztán tényleg el vagyunk látva. DDR1 azonban nagyon kevés van. Van hálózati kártyánk sok, videokártya sok van, tényleg AGP-st is kaptunk. Milyen tuning hűtővel, de teljesen hibátlanul működik. Kezdjük összeírni azokat a dolgokat, amivel el vagyunk maradva. Tehát a pontos idő 7-20-a van. Ne röhögj! Mert itt azon röhög! Ez az igen, a dátum, mindegy. Az a pontos dátum, igen. Ott a mi... Ott a... Igen, tudjuk. Kötekednek! Ne is figyeljetek rájuk! De szóval... Legalább mindig időre érkezik. Nem ez a lényeg! Na. Tehát most 7-20 van, és ez a lista. Tehát házból, alaplapból, processzorból, DVD-ből sok van. Memóriából csak az SD-ből van sok, a többiből nulla. Tehát nincs, semmilyen más memória nincsen. VGA-ból is sok van, hangkártyából is sok van, hálózati kártyából sok van, billentyűekkel rengeteg jött. Monitorból mennyi van? 1, 2, 3, ott hátul bújik egy negyedik. Az, ami nincs kész, ez a negyedik. Tehát azt nem számítjuk, mert annak nincsen kábele. Arra majd eszkábálni kell, tessék beírni. És még jön a... Tessék beírni! Gyerünk! Monitor ott van, felül! Ez? Igen. Ez mi? Monitor. Ja, monitor akkor lenne, ez én NCN-nek. NCN. 3 plusz 1. Jó, oké. Tápkábel sok van. 3,5. Beírtott, hogy 3,5 monitor, nagyon jó. Na, vinyó viszont nincs. Tápkábelből meg sok van, szóval. Az az, amivel most el vagyunk maradva, a memória és a vinyó. Úgyhogy, ha esetleg szeretnétek segíteni, mondjuk tényleg jó lenne, akkor légy szíves, küldjetek memóriát, meg vinyót, sokat, jó? Ez a 10 dobozos 1204-es lemezünk. Ez az, ami ott fut benne. Mi sem loptuk. Dehogy loptuk, ne vicceljünk. Ez egy igazi Ubuntu-s. Most fizettünk képbe több ezret. Ez nem 1000 forint. Ne higgyétek el, marháskodik. Úgyhogy ennek a tesznek itt vége, ez a gép nagyon szépen működik, hogy megy oda. Vagy most éppen hogy állunk? Hát drága barátaim, úgy állunk. Ezt egy kicsit arrébb rakom, Asus, bele is rugunk. Itt van 1-2-3 darab számítógép, ezek teljes komplett gépek. Annyi hibájuk van, nincs benne vinyó. Ez három komplett, teljesen jól működő gép, csak a vinyó hiányzik belőle. Még a memóriákat is bele tudtuk tenni, úgy emlékszem. Egy kivéve, mert ő benne van, csak ő meg gazdihoz megy. Igen, mert az már teljesen kész van, ez már megy el a családhoz. Az a táp az miért van ott külön? Azt nem kérdezik. Árválkodik, kösz haver. Úgyhogy ezt is rövidesen oda tesszük, ezt a gépet, csak még kicsit tesztegetjük. Aztán megy oda a többihez is. Hát már van majdnem 4 gépünk, ha lenne vinyónk. Ki is tudnánk vinni. Úgyhogy... Majdnem 4, van 4 gép, csak vinyó. Hát jó, teljesen nincsen kész a gép. Megyek hazafelé. Már vége van a műhelynek. Tehát ez a befejező szőszenet. Mondjuk annyit tudnék még mondani, hogy több mindenben is kellene segítség. Tehát nem csak abban az említett ügyben, hogy kellene vinyó, meg memória, mert az tényleg kéne, mert alig van. Hanem nem jó helyen van a műhely. Tehát én nekem, mire oda kiérek, addigra egy ilyen gyenge másfél óra, kicsit több, mondjuk 1 óra 40 perc kell csak oda. Tehát oda-vissza, az több mint 3 óra. És
ez így nem jó. Úgyhogy azt javaslom, hogy akinek esetleg van olyan üres garázsa, amit nem használ, itt a 20. kerületben az Üllői úton, na szólhatna. Az igen sokat segítene, hogyha lenne egy olyan hely, ahova én be tudnék menni, mint ilyen kis szerelési hely, ilyen garázs, vagy egy ilyesmi. Nem egy hatalmas terület kell, tehát ahova egy autó befér, mint egy garázs, az már jó. Nem kell több, egy ilyesmi. Szóval mondom még egyszer, olyan terület kéne, ami nincs olyan messze, mint a Tiborius, hanem egy kulturált távolságra van. Nem kell az egész napot azért elrontani, hogy én ott töltsek egy ilyen 6 órát, mint szervíz. Mert nem jó. Van egy másik fő oka is, ez egy ilyen, talán zárójelbe jegyzem meg. Jó párszor volt már olyan, hogy a számítógép, amikor kész van, és elvinnénk, meg már jönne a család is, aki elvinné, nem tud bemenni. Mert például a Tiboriuszek nincsenek otthon. És be van csukva a lakás, én meg innen, az Üllői útról nem tudok kimenni a Dallamos utcába, mert nagyon messze van. Tehát ez így sehogy se jó. Annyit kérek csak, hogyha rendelkeztek ilyen helyzettel, hogy van egy üres garázs, mert mondjuk nincsen autótok, mert drága, de a garázs megvan, és mondom még egyszer, itt az Üllői úton van valahol, az többet érne, mint bármilyen segítség. Az igen jól jönne. Természetesen ott lenne villanyhasználat, de minden egyes villanyhasználatot, amit mondhatnám, elhasználok villanyt, azt természetesen kifizetem, hát nehogy ebből bármilyen gond legyen, jó? Van vagy 40 fok, tehát 30 fok árnyékban, igen, de nincs árnyék mindenhol. Jó meleg van. Na mindegy, úgyhogy minden jót, aztán remélem tudtok segíteni.